Országszerte megkezdődött az uniós élelmiszer segélycsomagok szétosztása. A közbeszerzési bonyodalmak miatt a program késésben van, a támogatást pedig több hónap óta várják az erre jogosultak. Gyergyó Szent Miklóson hatalmas teherjárműről rakják le a segélycsomagokat tartalmazó rekeszeket. A székelyföldi kisvárosba egyelőre a szükséges mennyiségnek valamivel több, mint fele érkezett meg, de várják a maradékot is. A segélyek szétosztása csak a teljes mennyiség megérkezése után kezdődik. Vannak azonban olyan települések is az országban, ahol már megkezdődött a szétosztás. A Gyergyó Szent Miklósi polgármesteri hivatal szóvívője elmondta, idén módosul a kiosztás rendszere. Idén nem lesz már kuponrendszer, tehát az igazoló dokumentumok alapján és a személyazonossági igazolvány alapján a meglévő adatbázis szerint osztják majd az önkormányzat munkatársai ezeket a csomagokat. Az első 45 napban az eredeti listán szereplő személyeknek és a törvény ezt követően újabb 15 napot hagy arra, hogy adott esetben pótlistán szereplő személyeknek lehessen csomagot adni. A csomagokban az előző évekhez hasonlóan olajat, cukrot, kenyér és puliszkalisztet, száraz tésztát, disznó és marhaús konzerveket, valamint pástétom konzerveket találhatnak a rászoruló jogosultak. Támogatásban részesülnek az alacsony jövedelműek, többek között azok a nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 450 lejt.